Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! 93 éves korában meghalt Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság első szabadon választott köztársasági elnöke. Ma a hírek róla szólnak, arról, hogy mi mindent tett ő, mi minden történt az ő életpályája, munkája alatt. És beszéltem én már Kósa Lajossal 3 évvel ezelőtt is Göncz Árpádról, igaz, akkor nem ebből az apropóból, Kósa Lajos a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hanem akkor épp ott tartottunk, hogy Schmidt már lemondott, és azt nem tudtuk még, hogy ki lesz az új köztársasági elnök. Illetve Göncz Árpád 90. születésnapja alkalmából volt egy konferencia, és akkor ön azt mondta, hogy már zavarba ejtően volt önmaga. Tehát erről már kérdeztem csak azóta, hogy az idő és a történelem mást hozott. Milyen egy zavarba ejtően önmaga politikus köztársasági elnök? Olyan, amilyen Göncz Árpád maga volt, hogy nem volt hajlandó ilyen köztársasági elnökös lenni, hanem Göncz Árpád volt a maga teljes személyiségével. A legkülönbözőbb helyzetekben, akkor is, amikor éppen államfői minőségében dolgozott vagy nyilvánult meg, ezért mondom, hogy zavarba ejtően tudott önmaga lenni, mert nagyon sokan játszottak különböző szerepeket, vagy próbáltak idomulni az általuk elképzelt politikai szerephez, ő nem foglalkozott ezzel. Nem tudom, hogy osztja azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ő volt az első, és azóta is az első és egyetlen olyan köztársasági elnök, aki bár pártpolitikai kötődését nem feledhetjük el, de hogy felül tudott emelkedni a politikán. Talán is úgy fogalmazott, hogy az ő esetében nem volt semmi svindli, amikor az ember megkérdőjelezte volna, hogy aha, ezt azért mondtam, mert ilyen vagy olyan párthoz tartozik. Tehát, hogy azóta az őt követő köztársasági elnökök esetében osztja azt a véleményt, hogy már nem volt ennyire tiszta és egyértelmű a helyzet? Még az ő esetében sem osztom ezt, és nem azért, mert elfogult lett volna valamilyen irányba. Nyilvánvaló tudjuk, hogy az SZDSZ-nek volt ügyvivője, amikor köztársasági elnök lett, hanem azért, mert amikor ő megnyilatkozott politikai kérdésekben, akkor őszintén a saját véleményét mondta, még akkor is, hogyha egyébként ezt mondjuk egy pártokon túlemelkedő köztársasági elnöktől éppen egyáltalán nem várta volna az ember. Tehát én magam hallottam olyan parlamenti beszédét, amikor az első kormány, az SZDSZ-MSZP és koalíciós kormány parlamenti esküje volt, és a kinevezés és a kormányprogram vitája, akkor ő azt mondta a parlamentben, hogy aki ma demokrata és aki ma az ország javát szolgálja, vagy akarja szolgálni, az támogatja ezt a kormányt. Mondjuk ez kívül esik azon a szerepen, amit mondjuk egy pártsemleges köztársasági elnöktől elvárna az ember, de ő ezt nem azért mondta, mert elfogult, hanem mert őszintén így gondolta, és nem gondolta azt, hogy neki egyébként most ilyen bonyolult egyensúlyi szempontokra figyelme kéne lennie. Más meg azt mondta, hogy a törvénykezés motorja akar lenni. Az nem volt sosem, tehát az nem is tud lenni a köztársasági elnök. Schmidt már ezt mondta. Tessék? Schmidt már ezt mondta. De nem, hogy is mondjam, a köztársasági elnökök szoktak mindenféléket mondani, amit a helyzet általuk elképzelt voltam megkövetel, ettől függetlenül a magyar alkotmányos rendszer csak abban az értelemben enged teret a köztársasági elnöknek, hogy bizonyos alkotmányos aggályok esetén a törvényeket visszaküldhetik a parlament elé, és nem írják alá. De nem tud motorja lenni a törvényhozásnak a köztársasági elnök, segíteni vagy együttműködni ebben tud. Göncz Árpádnak a tevékenységét egyébként az alapvetően meghatározta, hogy ő egy úgynevezett Antal-Kis János paktum eredményeképpen lett köztársasági elnök, és ugye azt én emlékszem rá a parlamenti vitákra, azt a Fidesz rendkívülésen támadta, annak a tényleg előkészítetlen és teljesen elnagyolt volt amiatt. És egy sor olyan kérdés hagyott nyitva a köztársasági elnök szerepével, politikai lehetőségével kapcsolatban, ami később visszaütközött és megbosszulta magát, lásd az úgynevezett médiaháború kapcsán a média elnökök, tehát akkor még Magyar Rádió és Magyar TV elnökök kinevezésének a kapcsán, ennél egyébként sokkal otrombább hibák is benne maradtak. Emlékszem, hogy ebben a paktumban, és ez meghatározta Göncz Árpádnak a lehetőségét, ez egy rosszul előkészített paktum volt, és abszolút kapkodó azért, hogy elindulhasson a parlament munkája, és itt egy sor olyan hiba benne maradt, amit aztán később már a politikai viták elmérgesülése után lehetetlen volt kijavítani. De az például
hiba volt, hogy ez így benne maradt, az, hogy Göncz Árpád, talán ez volt az első igazi olyan nagy botrány, ami miatt megromlott az akkori MDF kormánnyal, Antal Józseffel az ő viszonya, már munkaviszonya, az emberi viszonya. A személyes beszélt. Viszonyuk nem volt, nem romlott meg, én a munkaviszonyról, hanem a igen, politikai vitájuk volt ebben. Tehát, hogy de ebben a helyzetben, vagy abban a helyzetben az úgy, tehát nem volt jó, hogy ez a helyzet így alakul ki, hogy egy ilyen esetnél a köztársasági elnök az felemelheti a szavát, és ezzel nem tiltakozhat? Hát ez volt a vita tárgya, hogy most ezt megadja ezt a lehetőséget az alkotmány, az akkori alkotmány a köztársasági elnöknek, vagy sem. Az egyik értelmezi szerint ezt nem adta meg, és ez egy formális kinevezés, de akit a miniszterelnök előterjeszt, azt ki kell nevezni. A másik értelmezés meg az volt, hogy nem, ez nem egy formális. Jobb, aztán később ez eldőlt, mert a későbbi alkotmánybódosítások ezt pontosan értelmezték, hogy ilyen esetekben kinek milyen utasítási joga van. Igen, csak én most az ön véleményére vagyok kíváncsi, hogy akkor, amikor előfordul, vagy előáll egy olyan helyzet, hogy a kormány politikai érdekei szerint az állami pénzből, közpénzből működtetett köztelevízió élére pártkatonákat akar kinevezni, akkor egy köztársasági elnöknek van-e lehetősége, vagy inkább kötelessége ezen nem szót emelni? Hát először is ezek abszolút definiálatlan fogalmak. Ki a pártkatona? Ha úgy tetszik, Göncz Árpád is pártkatona volt, hiszen egy párt vezető testületének tagjából lett köztársasági elnök. Én nem gondolom, hogy pártkatona lett volna, de hogyha próbálunk definíciót keresni, ki a pártkatona, mondjuk... Szerintem ön értényben gondoltam. Nem, ez azért fontos, mert egyébként a közéleti vitákban számtalanszor megértem, hogy aktuális párt embere az független szakértő, hiába volt a párt, meg rendkívül hozzáértő, közmegbecsülésre körülendő ember, hiába volt korábban mindenfajta pártisztségviselő, egy másik párt ugyanilyen pozícióból jövő ember, az viszont pártkatona. És itt egy olyan kettős mérce volt, ami elviselhetetlen szerintem. Mondjuk mind a kettőre, mindenki, hogy pártkatona. Most mindenki pártkatona már, tehát itt a Mars lakókon kívül mindenki párt, mindenkire rá lehet mondani szerintem pártkatona. Szerintem a Mars lakók is. Szóval egy ilyen helyzetben a köztársaság elnök meg kötelessége szólni. Ha a tévéműsorra gondol, akkor feltétlenül. De szegény Mars lakók, ha egyáltalán vannak, akkor... A tévéműsorra gondol. Nem a TV, a TV műsor. Ja, volt azt hittem, van valami más műsor. Az a TV nem más lakó műsor, de volt egy ilyen műsor, hogy emlékszik rá. Ja. Szóval én azt kérdeztem, hogy egy olyan helyzetben, ha előáll egy ilyen szituáció, akkor egy köztársasági elnöknek lehetősége vagy kötelessége van-e szót emelni? Hát a mai alaptörvény ezt rendezi, tehát a köztársasági elnöknek ez formális joga, és csak rendkívül esetekben, amikor új körülmény merül fel, tagadhatja ezt meg. Ugyanez a vita lezajlódott Solyom László esetén, amikor, ha jól emlékszem, Sas József kitüntetését kezdeményezte a kormány, és a Solyom László nem volt hajlandó aláírni, különböző okokra hivatkozva. Ott megint politikai nézet alapján ítélték meg a dolgot, a baloldal azt mondta, hogy már pedig ez nincsen joga, a köztársasági elnöknek a jobb oldal meg azt mondta, hogy de. Tehát ez az eset alig különbözik egymástól, mert akkor ugyanaz az alaptörvény volt még hatályban. Onnan indultunk, és nem személyek között, és nem is történetek között hozunk párhuzamot, de hogy milyen a köztársasági elnök, és zavarba ejtően önmaga, hát politikus... Erre mondta, biztos érte, hogy mit értettem. Hogy Göncz Árpád igazából de... köztársasági elnöként is a Göncz Árpád civil Göncz Árpád maradt, tehát nem voltak ilyen típusú valériák. Ez egyébként és innen jutott eszembe, hogy vajon a legnagyobb kormányzó párt frakciójának a vezetője, az mennyire lehet önmaga? Hát én igyekszem. Ez egy vita kérdés is volt, hogy idézőjelbe téve van néhány olyan vonásom, ami adott esetben... Például? Hát, hogy is mondjam, én... Itt nyugodtan beszélhet róla. Hajlamos vagyok motorral járni a városban, mert most egyébként így van, de vannak időjárás viszonyok, amikor nem tudok öltönyben motorozni, és akkor az egy fontos kérdés, hogy olyan lehet-e motoros ruhában mondjuk szavazni az Európai Unióba való belépésünkről annak idején. Ide jöhetek, de annak idején, amikor az Európai Unióba való... De nem ilyen jelenbéli problémák, nem, hanem az, hogy a különbözőségek hogy, miatt mondta ezt? Nem, hanem hogy én megpróbáltam politikusként is önmagam maradni, annak az összes előnyével hátrányából. Van, amikor hajlamos vagyok arra, hogy a saját magam
ironikus vagy humoros megközelítésben képes legyek szemlélni bármit, és néha ezt kifogásolták, hogy a politikában, hogy mi az, ami ezt lehetővé tesz, és mi az, ami nem, és hogy hol azt van nem a mérték. Mondták, hogy tehát, hogyha frakcióvezető lesz, akkor például véletlenül sem beszélni többet a fémkupakokról. Nézze, én ezt vállalom, irigylem azokat az embereket, akik hibátlanok. Én nem vagyok az, és nem is szerződök soha arra, hogy hibátlan legyek. Arra már inkább, hogyha valamit hibázok, akkor azt képes legyek elismerni és kijavítani. De a hibátlanság az nekem nem adatott meg, őszintén szóval nem is igénylem. Tehát, hogyha mondjuk 90 óta szereplek a közéletben politikusként, hogyha ez alatt a 25 év alatt elő lehet szedni, akár csak most számot mondok, 10 ilyenbe, akit azt felvállalom, mert mondom, én nem arra vagyok szerződtetve senkivel se a saját választóimmal, hogy soha nem hibázok. Ez nekem nem megy. Szoktam hibázni. Tanulok belőle. Azt mondta, hogy emberközeli politikai stílus szeretne megvalósítani a frakcióban. Az milyen? Hát Rogán Antal is teljesen emberközeli stílust képviselt. Ezt inkább abban az értelemben, hogy én hajlamos vagyok, ezt is bírálat tárgyára szokták tenni, hogy a politikai vitákban, vagy akár jogi vitákban is, bár ismerem a jogi technikusokat természetesen, de nem nagyon szeretek ilyen bigfa nyelven beszélni, tehát mondjuk közérthetően. Úgy beszélnék, ahogy az emberek az egymás között az utcán is beszélnek. Ezt éppen a legutóbb Bárándi képviselőtársam tette szóvá, hogy a Magyar Honvédség alkalmazásáról úgy beszélek, mint hogy az emberek beszélnek a buszon erről. Mert én azt mondtam, hogy hát mire használjuk a honvédséget, ha nem arra, hogy akkor, amikor meg kell védeni a magyar határokat, akkor én bevegyük a segítségüket. Miközben ő bonyolultan elmondta, hogy de a vészhelyzet, meg a minősített helyzetek, alkotmányos megítélés az milyen alkotmányos aggályokat vet fel. De hát azért egy frakcióvezető, bizonyos helyzetben persze, politikusként, frakcióvezetőként, hogyne. Tehát muszáj betartani ezeket. Betartom, nem túl szépen fogalmazott, de mégiscsak szabatosan, szabályosan. Nem, bocsánat, hadd mondjak valamit. Igen. Szerintem olyan dolog, amit nem lehet érthetően elmondani, arról nem kell beszélni egyáltalán, mert az súlyos merénylet. Hát ez nem igaz, de például a honvédség, mindent el lehet értelmesen és érthetően magyarázni. Az is lehet érthető. Bizonyíték erre az a könyv, amelyik nem matematikus értő embereknek leírja a nagy Fermát sejtés bizonyítási módját, ami egy rendkívül bonyolult dolog, és elolvas az ember, és lehet érteni, még annak is, aki egyébként fogalma sincs arra, hogy az aritmetika az micsoda, vagy a bonyolultabb összefüggések. Mindent értelmesen kell elmondani olyan nyelven a politikában, amit az átlag ember is megért. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne bonyolultan megfogalmazni egyébként adott esetben, hogy precízen egy jogászkonferencián, egy bizottságülésen, nem tudom én hol a mondandót, de szerintem érthetően kell beszélni, amennyire csak lehet. És mindig gyanús, amikor valaki nagyon bonyolult technikusokkal beszél, mert akkor mindig felvetődik bennem, hogy direkt azért csinálja ezt, hogy ne lehessen érte, amit mond, mert annak nincs értelme. Hogyha kiviláglan az valódi gondolat mögötte. Önt viszont értjük, akkor is értettük, hát, amikor azt mondta, szépen, hogy hogy a következő, vagy a kötelező kvótarendszer bevezetése elleni fellépésre kéri fel a kormányt. Én csak azt nem értettem, hogy Orbán Viktortól meg én azt hallottam, hogy ha lesz kvótarendszer, hogyha megszavazza az Unió összes illetékesek, akkor azt be fogjuk tartani. Akkor most ön mégis arra kéri a miniszterelnököt, hogy egyébként már megszavazott, ez Európa Tanácsban megszavazott kvótarendszert utasítsa el a magyar kormány? Nem, hanem mérlegelje, hogy milyen eszközökkel lehet felszólalni ezen döntés ellen. A döntésnek a jogi alapja az fölöttébb kérdéses, sőt, megalapozatlan. Egy csomó eljárási hibát követtek el a döntéshozatal meghozásakor, és egyébként pedig alapvetően olyan mértékben sérti az önrendelkezésünket, amiről még nem volt példa, és szerintem ezen felkészülni. Hogy sérti az önrendelkezést? Hogyha az Európa Tanácsban a miniszterelnökök, tehát a minisztereket képviselő Európa Tanácsban megszavazzák ezt, akkor gyakorlatilag ennek a demokratikus létét kérdőjelezi meg ön, akkor, amikor azt mondja, hogy ez az önrendelkezését az államoknak sérti. Hát így működik az Unió, így működik az Európa Tanács, melynek mi részesei, tagjai vagyunk, megszavazták. Nem így működik. A helyzet az, hogy a szlovák parlament éppen a napokban döntött arról, hogy
többségi szavazással ők is azt mondták, hogy súlyosan sérti az önrendelkezését ez a döntés Szlovákiának, és ez ellen egyébként a kormány maga Luxemburgban az Európai Unió bíróságához fordul. De ezt tehát a döntést amikor, megszavazták, igen, ha mi de, azt mondjuk, hogy ez önrendelkezés, akkor nem fogadjuk el a szavazást. Ugye azt tudjuk, hogy a többségi döntéssel égbe kiáltó butaságokat is el lehet fogadtatni. Tehát azért, mert valami mögött többségi döntés van, automatikusan nem lesz sem alkotmányos, sem demokratikus, pontosan demokratikusnak demokratikus lehet, de alkotmányosnak semmiképp sem alkotmányos. De ilyet még kétharmaddal is lehet csinálni? Igen, sőt, igen, mert mindjárt tudunk kivázni. A nagyon kevesek azok, én biztos nem itt az asztalnál, de talán ön, nem. Akik hibátlanok, mi nem. És az nagyon fontos, hogy azért, mert az európai tanács ezt elfogadta többségi szavazással, attól még az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Európai Unió bevett eljárási rendjében ezt ne lehetne megtámadni. És egyébként azt teljesen érthetően el lehet mondani, hogy miért sérti a súlyosan olyan módon az önrendelkezését az európai államoknak, amire még nem volt példa. Mi? Azért, mert a döntés arról szól, hogy Brüsszel egy adott eljárásban meghatározza, hogy kötelezően az európai államoknak kit kell beengedniük az ország területére. Na most ezt a jogát még soha nem vonta el senki az országoktól. Még akkor sem, amikor mondjuk a menekültügyi egyezmények úgy rendelkeznek, hogy van egy szabályrendszer, és ha valaki bead egy menekült kérelmet, akkor az illető országnak a szabályok szerint el kell dönteni, hogy ad-e neki menekült státuszt, abba, vagy sem. Abba a körbe tartoznak, akikről már döntöttek. De nem, az egyáltalán nem. Mert a helyzet az, hogy a német menekült státusz eldöntésének a szabályai, alkotmányos szabály, mások, mint a magyaré. Majd nézze meg. Na most ez alapján akkor ez azt jelenti, hogy nálunk a német törvények felülírják a magyar törvényeket? Nem. Hanem azt jelenti, hogy éppen ezért az adott országtól nem vonja el senki azt a jogot, hogy például menekült státusz adjon és beengedjen vagy sem. De itt elvonták ezt a jogot, itt megmondják, nem is lehet válogatni. Uniós szinten, dönteni. Nem német szinten, uniós szinten. Igen, de a magyar alaptörvény úgy szól, hogy Magyarország semmilyen önrendelkezési jogáról nem mondott le. Az alaptörvény azt mondja, hogy ezt más országokkal együtt lehet gyakorolni, de ebben nincsen benne az, hogy olyan módon, ahogy egyébként most erről az Európai Tanács döntött. Arról nem beszél, hogy amit az Európai Parlament hozott határozatot, az meg eltér attól, amit a tanács döntött. Tehát itt van egy olyan probléma is, hogy akkor melyik döntés az érvényes. Ezért mondta a Szlovákia, hogy megtámadja, és ezért mondtam én is azt, hogy nézzük meg, hát van az Európai Unió egy normális intézményszerre rendelkező nemzetközi szövetség, vannak benne a különböző döntések megtámadásának eljárási szabályai, az európai kezdeményezéstől egészen a luxemburgi bíróságig, és vizsgáljuk meg. Szerintünk itt olyan precedens történt, amit nem szabad megengedni. Most és akkor csak zárójelbe teszem, hogy ráadás az a kvóta, a semminek a semmije. Hát addig, amíg a 120 ezer emberről... A kvóta az, aminek a mije? Az egy önkéntes alapú kvóta, és az azt hivatott bemutatni, hogy az súlyos tévedés, hogyha most valaki úgy gondolja a világ migrációs gondjainak megoldását, hogy ezt Európa egyedül csinálja. Nem, szerintem nem is gondolják így, de legközelebb folytatjuk. Hát a fene tudja. Azért az arab testvéreket, az öbölbeli nagyon gazdag olajsegségek egyáltalán nem fogadják be, egy darabot se. Most miért is kézzelfekvő? Azt mondják, hogy viszont dollár milliárdokat szánnak erre. Hogy Európába jöjjenek, nem, az nagyon gratulálok nekik. Nem szánjanak dollár milliárdokat, fogadják be a saját testvéreiket, ha bajba vannak. A térségben lévő menekült táborok finanszírozására. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt van.